5 napirendi pontot tárgyalt meg a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tanácsa. Ezek közül a zárszámadás elfogadása volt a legfontosabb, hiszen ezt minden év májusában el kell fogadni, mondta Pintér Szilárd polgármester. Az elmúlt évek során soha nem volt még ez semmi probléma, hiszen a pénzügyi stabilitásunk és a működésünk azt gondolom, hogy arra predesztinál minket, hogy el tudjunk számolni minden májusban. Szakmai beszámolót is volt szerencsém meghallgatni a társulási tagoknak. Nyilván a tavalyi év a Magyar Falu Top Plus és egy-két líder pályázat jegyében telt. Remélem, hogy 2024-ben ez a szakmai beszámoló egy kicsivel bőven beszédű lesz, hiszen kollégáim több pályázat tudnak készíteni, és a vidékre, a falvakba több pénz fog jutni, mint amely tavaly jutott. A 2022. évi belső ellenőrzési beszámolót is elfogadta a társulás, tette hozzá a polgármester. Ez is nagyon fontos, hogy belsenőzési szempontjából is sallagmentesen tudtuk venni a 2022-es évet. Nyilván miután ilyenkor nyári szünetre készülünk, és szeretném, hogyha úgy zárnánk az első fél évet, hogy egy szakmai kirándulást is még beleférjen, ezért arra tettem javaslatot kollégáimnak, hogy az elmúlt években egy kiemelkedően fejlődő dunántúli várost látogassunk meg, és nyilván Mohácsra szeretnénk júniusba eljutni, ahol azt gondolom, hogy olyan tapasztalatot tudunk szerezni, amelyet később tudunk kamatoztatni. A társulási tanácsülést követően a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartó társulás is előterjesztette 6 napirendi pontját. Ennek során többek között a tavalyi év működéséről és a belső ellenőrzések eredményeiről, valamint a zárszámadásról számolt be dr. Németh Tímea, a társulási tanács elnöke, Dombóvár alpolgármestere. A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény a városban nyújtott bizonyos szolgáltatásait érintő döntéseket is előadta a társulási tanács elnöke.